Alig szállingóztak az emberek a szabadkai sportcsarnokba a vasárnap délben, pedig amellett, hogy a szerb kerekesszékes kosárlabda válogatottat láthatták játszani, jótékonykodhattak is. Mila Mikulić, szabadkai kislány, gerinceredetű izomsorvadásban szenved. További terápiákra és rehabilitációra van szüksége. Erre gyűjtött a Naše Málo, Nekom je sve nevű civil csoportosulás a humanitárius mérkőzéssel. Ona je juče bila sa nama, dosta solidno je stanje, sad je očekuje rehabilitacije preko fondacije, tako da već su sklopili ugovor, tako da biće dobro. Komoly sportteljesítmény kerekesszékkel kosarazni, támadni, védekezni, közben találatokat elérni. A szerb válogatott tagjai az ország minden részéből kérdés nélkül Szabadkára utaztak, hogy hozzájáruljanak a kis Mila gyógyulásához. Naravno da smo se odazvali jer u neku ruku nam je čast da podržimo ovu akciju za prikupljanje sredstava za pomoć maloj Mili. Nadamo se da će se veliki broj Subotičana odazvati, da stvarno pomognemo i da dijete se izleče. A szabadkaiaknak azonban csak nagyon kicsiny része, legfeljebb 50 ember jelent meg a jótékonysági mérkőzésen. Podržavam humanitarnu akciju da pomognemo ljudima, a u isto vreme malo da se zabavimo, da vidimo, zainteresovan sam da vidimo ovu utakmicu, kako igraju ljudi u kolicima. A kezdeményezés nemes, még akkor is, ha most kevesen jelentek meg. Túl sok pénzt ezúttal nem gyűjthettek Mila gyógyulására. Aki mégis segítene, küldje el az 1073-as számot a 3030-as SMS számra.